háttérben ez az épület, ez régen vágóhíd volt, illetve később az MHS-es lőtér, illetve a munkásőrök is használták lőgyakorlatokra. Most gazdátlan ez az épület, és itt egy ilyen tereprendezést tartottunk az úgynevezett régi vásártéren, ami a 20-as évektől adott helyet a Bükön a vásároknak, egy időben mondjuk ilyen cirkusz vagy éppen bucsúi rendezvényeknek is. És itt egy tereprendezés keretében kipreparáltuk a növényzet, ahol ezt az elhagyott épületet, és a Büki Horgász Egyesülettel karöltve a LEADER programba egy pályázatot nyújtottunk be, amely kedvező elbírálást kapott, és a projekt célja kb. 10 millió forint összértékben, hogy ebből a Büki Horgász Egyesületnek egy közösségi helyet, egy közösségi épületet varázsoljon, aminek a beruházása az 2014 első negyedévében kezdődik.